te sok úton indultál, vissza sosem fordultál. Volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé. Volt, hogy szakadék széle várt, kevés volt, ki az élre állt. Akkor kondult a vészharang, kicsiny Magyarország. A trianoni békeszerződés vaja, hogy azt a magyar források említik, békedekrétum, az első világháborút lezáró Párizs környéki szerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország, mint az osztrák-magyar monarchia egyik tagállama, és a háborúban győztes antant hatalmak között jött létre. Ez többek között a monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait. Ennek alapján az őshonos magyar népesség 5, mai állapota szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékeinek jelentős részét is elveszítette. A trianoni döntés több mint 23 millió embert érintett. 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. Magyarországon az össznépesség alig kétharmada, 7,6 millió ember maradt. Románia 102 ezer, a szerb-horvát-szlovén királyság 21 ezer, Horvátországgal együtt 22 ezer, Csehszlovákia 61 ezer, Ausztria pedig 3900 négyzetkilométer területtel gyarapodott. A Magyarországgyűlés 2010. január 4-én a szerződés napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Bátaszéken a trianoni emlékmű mellett gyűltek össze az ünneplők. Magyar Tiborc, világ árvája, pórja, nézd sírva és kacagva a nagyokra, kik becstelen kötéssel hámba fognak, hogy tested, lelked, add el a pokolnak. Az ünnepi beszédben a történelmi visszatekintés mellett arról is szó esett, tanulni kell a múlt hibáiból, és ennek tapasztalatait fel kell használni a jelenben. Mi bátaszékiek abszolút részesei voltunk ennek a történelmi eseménynek, hiszen a II. Világháborút követően 1921-ig Bátaszék nem Magyarországhoz, hanem a szerb királysághoz tartozott. Így akkor valóban átélték a bátaszékiek ennek a történelmi korszaknak minden nehézségét. Én úgy gondolom, hogy 100 év után Trianonról már úgy kéne beszélni, mint történelemről. Van aktualitása természetesen, hiszen egy dátumhoz kötődik, de mint történelmi eseményt kéne már ezt megéljük. Sok költő fogalmazott már meg ezzel kapcsolatban sorokat, többek között Juhász Gyula is, aki azt mondta, hogy nem kell róla beszélni, de mindig gondolni kell rá. Én azt gondolom, hogy minden magyarnak természetesen Trianonra gondolni kell, de azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánították, ennek az volt a célja, hogy minden magyar valóban összetartozzon. Úgy érzem, hogy a mai napokban, vagy az elmúlt időszakban nem biztos, hogy abba az irányba törekedtünk, hogy ez a nemzet egységes tudjon lenni. Azt gondolom mindenkinek, aki közélettel, politikával foglalkozik, nagyon nagy felelőssége van ebben. Talán azt, ha kijelenteni nem is lehet, de mindenképpen én úgy érzem, hogy egy ország már nem biztos, hogy lehetünk, de egy nemzet igen. Vissza sosem fordultál, volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé. Volt, hogy szakadék széle várt, kevés volt, ki az élre állt, akkor kondult a vészharang, kicsiny Magyarország.